Készművek is sorakoznak a Herényiek háza udvarán, de az alkotók több képen még dolgoznak a hétvégéig. A roma alkotótábort harmadszor szervezik meg Szombathelyen, Balog Tibor festőművész is visszajár ide. Munkáinak zöme szakrális témára épül. Nem elsősorban úgy festek, hogy a nézők felé, természetesen magamnak festek, és aztán ez valahogy úgy válik majd lecsapódássá, hogy abban mindenki kivegye a részét. Tehát csak addig eljuttatni egy-egy alkotást, ameddig a néző is megtalálja a saját világát, saját gondolatiságát. Idén 6 roma származású képzőművész részvételével zajlik a tábor, ők az ország különböző pontjairól érkeztek. Szabadon, előre megfogalmazott tematika nélkül alkothatnak. Úgy döntöttünk, hogy akkor mindenki így akkor ez mellett, amit akar, tehát önállóan, tehát magát adja, ez a lényeg, és alkosson. Szent Martin zeneszerző, előadó és művésztelepet szervez már 7 éve az ország különböző pontjain, 40 alkotó aktív részvételével. Közülük a budaörsi hatok látogattak el, és dolgoznak a Herényi alkotótáborban a már-már freskó méretű vásznakon. Nagyon jól érzik magukat a kollégák. Az a helyzet, hogy egy különleges értéket fognak most átadni részben emlékül Szombathely Herényvárosának, illetve hát visszük magunkkal a legnagyobb alkotásokat. Szombathely kulturális életében egyre nagyobb szerepet tölt be az alkotótábor, ahol az alkotások mellett a művészekkel kialakított barátság is fontos érték. A művészek máshogy látják a világot, és ez tök mindegy, hogy milyen nációba tartozik, milyen vallású, milyen származású, ez a művészekkel így van. Ők máshogy és szebben és érdekesebben látják a világot. Az alkotásokból kiállítás nyílik pénteken 6 órakor a Herényiek házában, majd ezt követően 7 órakor Szent Martin ad koncertet a Herényi templomban.